Két 4-0-ás vereséget követően utazott az Európa Ligától hétközben búcsúzó Újpesthez a Kisvárda. A Kocsis János megbízott edző által irányított vendégek a biztonságot szem előtt tartva kezdték a mérkőzést, és nem is nagyon adódott lehetőség a hazaiak előtt. A 33. percben aztán 11-es kaptak a fővárosiak, Novotny lövését azonban Felipe kivédte. A 66. percben egy szöglet után Diallo fejállt a várdai kapuba, megszerezve a meccs első és mint később kiderült egyetlen találatát. Harmadik meccsén is kikapott tehát az újonc, igaz ezúttal csak egy góllal, de az első élvonalbeli pontjára még várnia kell a Kisvárdának. Az első két meccsünk nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Kaptunk 8 gólt a két meccs alatt, úgyhogy azon voltunk, hogy gólt ne kapjunk, semmiképpen. Ez elég sokáig ült is, nagyon nagy lehetősége nem volt az Újpestnek. Azt leszámítva, hogy a meccs elején ugye megint büntetőhöz jutottak, ez már a harmadik forduló, a harmadik 11-es, amit nekünk, ugye ellenünk megítéltek. Felipe elég magabiztosan hárítja az ilyen szituációkat, úgyhogy szerencsére számítottunk rá ismételten. Aztán kaptunk megint egy olyan buta gólt, ami pontrúgásból szerezett az Újpest, amire úgymond hát fel lehetett készülni, meg ki is voltak osztva az emberek. Úgyhogy hát én is reménykedem, hogy fordulóra lépkedünk előre. Vári Barnabás szerint már az újpesti mérkőzésen is láthattak biztató jeleket az előző két mérkőzésen mutatott játékhoz képest. Sokkal stabilabbnak tűntünk belülről is játék képe alapján, meg hát az Újpestnek nem volt kimondott helyzete, ami azért előrevetít sok mindent, és remélem, hogy ezt tartani is fogjuk, illetve több helyzetet fogunk tudni kialakítani, és már gólokat szerezni, illetve pontokat. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia MTK Budapest 1-2, Debrecen Diósgyőr 2-0, Ferencváros Szombathely 3-1 és Budapest Honvéd Paks 1-0. A tabella élén a Ferencváros áll, megelőzve a szintén 9 pontos Honvédot. A pont nélkül sereghajtó Kisvárda szombaton a Ferencvárost fogadja.